Üdv mindenkinek, Szkodéria vagyok, és ismét a Jorah történetével jövök a Bannerlordból. Itt vagyunk Galant környékén, és a legutolsó epizódban, ha minden igaz, akkor itt a félszigeten, Galant melletti félszigeten írtottuk a brigantikat, és az egyéb ilyen komolyabb, hát ilyen banditákat, ilyen, milyen bandit ez, Mountain Banditseket, ezeket gyepáltuk. Illetve beraktam egy módot a hideout kipucoláshoz, egy ilyen sortírt, rossz rostert, amivel ha minden igaz, nem teszteltem még, de majd meglátjuk, ha oda kerül a sor. Nem biztos, hogy most bemegyünk, csak elvileg arra hivatott, hogy amikor bemegyünk a hideoutba, akkor magam állíthatom össze a kis 8-as csapatomat így behúzós módszerrel, és ez egy tökre jó dolog. Olyan sokan nem töltötték le, csak pár ezeren, ha jól emlékszem, tehát nem az a nagyon népszerű mód. Nem is értem egyébként, lehet, hogy nem működik jól, vagy nem tudom. Mert ez szerintem nagyon hiányzik a játékból, úgyhogy, ja. Megcsináltam egy ötös csoportot a hangbejegyzésen, elvileg Nushit lehet vele hívni. Jó, nem vette be a hangomat, tehát ha Nushit mondok, akkor hát az ötös csoportba, akiket berakok, azokat gyűjti össze, akár lehet az a hideoutos kis csapatom is akár. Vagy a kampanyonok külön így egy kupacba. És az ilyen jó pofa dolog. Na, azt akartam megnézni, hogy itt van-e arénázás. Nincs, de megkérdezzük, hogy hol van viszont. Entertő aréna. Vissza kéne tennem szerintem a hangot. Nem tudom, van-e hang. De mindjárt megnézzük. És a 17. részig vettem föl korábban, ezek most új részek, ez a 18. epizód lesz, ha minden igaz. Nem nagyon hallok hangot, úgyhogy nézzünk egy hangbeállítást. Azt pedig úgy tudom előidézni, hogy meghívom a hangkeverőt, mert lehet, hogy lehúztam annak idején a Bannerlordot. Ja, így né. Le volt némit a retegbe szegény. Ide is rakom. Na, kicsit lejjebb is tekerem a fülemről, talán nektek nem hangos. Jó. Akkor megkérdezzük a mestert, hogy mi a helyzet. Hát elég hangos, kicsit lejjebb veszem azért nektek is, hogy ne legyen olyan. Mondjuk így. Hát, ha így jó lesz. Jakulán és Karaszban vannak ilyesmik. Meg is nézzük, hogy ezek merre leledzenek. Illetve még csináltam egy tök jó kis Excel táblát. Jorahnak egy másik mentésével bejártam Vlandriát, és úgy összeszedtem, hogy mit, hol, hogyan éri meg adni-venni, és hát láttam szép dolgokat. Hát bepöttyintettem általában minden ilyen hasznosabb lovat, illetve ilyen termékeket, amiken lehetne keresni, és hát vannak nagy szórások. Van, ahol 122 a legolcsóbb és a legdrágább ár között a különbség, ahogy így nézem a kis táblán. Valahol 174. A legjobban talán a lovak érik meg, főleg olyan helyeken, ahol nincsen ló. Hol van egyébként ez a helység, ez a Jakulán, az itt van. A másik pedig, arra már nem emlékszem, hogy mi volt. Mindegy, az nem is fontos, mert messze van. Viszont megnézem, hogy Jakulán és Galant között mi az, ami olyan nagyon eltérő áras itt a régi leírásomban. Például az olaj Jakulánban rohadt drága, itt meg viszonylag a legolcsóbb. Nem mentem el, de veszek olajat, egy csomót. Aztán nem jött be, akkor nem csinálom. De itt elvileg 40 az olaj, elvileg. A statisztikám itt nem csal, vagy a leírásom. Igen, hát nem sok olaj van mondjuk. Nem sok olaj van, de ezt azért elvisszük mind. De ezt meg is eszik ezek szerintetek? Megeszik szerintem a katonák az olajat is. Mert elvileg ott 101 körül van, mindegy, megnézzük ezt a 10-valahány olajat, megvesszük. Most már drágább, hogy veszem, ugye drágább, de hogyha mondjuk lesznek olyan kompanyáim, akik a feladásban jók, meg a kereskedésben, akkor ez a bünti, szerintem ez az a büntetés, amiről beszélt, ez a kereskedelmi büntetés, ez csökkenni fog mindenképpen. Még azt nézem, hogy Akulánban mi az, ami ilyen nagyon durván drága volt. Hát például a datója, hát abból nem sok van, valami
Itt mivel van sok? Olivából van sok, de az ugyanannyiba kerül ott is, hát az is. Línen van még, de az sem. De nagy bizniszek itt nincsenek, ahogy nézem. Mondjuk esetleg, ha Saddle Horse-t tudok venni, az még jó biznisz lehet. Ja, 173 az nem jó üzlet. Az nem jó üzlet. Az nem jó üzlet. Hú, lehet, hogy el is néztem. Nem néztem el, az jó. Oké. Oké, oké. Hát, más nem nagyon látok, ami olyan nagyon megérős lenne. A nagyobb különbség van. Egyedül ez, ja, ez az olajcucc, ami megérte. Vattan ilyen póni. Nincsen, most nincs egy, de van. Az 101, itt ugye 72, 114-et lehet aladni. Jó, most az se éri meg nagyon. Na mindegy, ezt megnézzük, ezt a dolgot. 557-et költöttünk olajra. Fel is írom ide magamnak, hogy 557. Aztán megnézzük, mennyire lehet aladni, és mennyire vettem. 40 és 44 között vettem kb. Jó. Leave. És akkor elhúzunk Jakulámba szépen. Hopp, 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 állj, stopp, stopp. Ezzel beszélnem kell. Bemegy a városba. Mindegy, ott is lehet, hogy tudok beszélni vele. Ezt mindenképp megjárjuk, ezt az utat, mert ezt meg kell. Na most az a baj, itt nem látom. Most meg kell várnom. Ki ez, aki ide belalgolt egyébként? Ezek a védők. Háj, na mindegy, elhagyjuk. Nem tudom, hogy tovább megy, addig megnézzük ezt a falut. Hát, ha tovább megy, az a beszélnem kéne mindenképpen. Küldi nincs. Produktok. Hát olyan fontos nekünk való nincsen. Hát egy kicsit itt én lovagógatok. Hát aki jön ez a... aki bement. Mennyi vannak? 10, 5, 3. Kipróbáljuk ezt a hideoutot. Elmegyünk ide Nogrendbe, hogy a... mit mondanak a... hideout-tal kapcsolatban. Lehet, hogy van, egy küldetés lesz. Ennek van küldetése. Hát ez nem az, ami nekem kell. Leave. Megnézem, Galendben nincs-e küldetés. Ott megy, ott megy, ott megy ő az. Gyerünk, és pont talán izé fele megy. Mindegy, merre megy, mert itt elcsipjük. És beszélünk vele a nagy háborúról. És ő a király, a király. Derthert. Derthert. Nem tudom, hogy mondják. Derthert király. Igen, én vagyok az. Egyrészt szeretnék beszélni a király, vagy a királlyal a háborúról, ez már meg is van a pont. És akkor jó lenne, hogyha itt be tudnánk állni. És tudnám én, hogy ez hogyan megy ez. Nem lehet külön kérdezni. My demands. Ha, az nem. Nem, nem, nem. Ez. Itt van valami házasságos cucc. Ez jó lehet. Az nem érdekel. Talán ez. Á, itt lehet, igen. Hát akkor beállunk vazallusnak, szerintem. Legyen. Vagy hogy nem lehet még? Akkor nem álltam be, mi? Hogy is volt? Ez itt volt. És itt. My lord. És nem tudok beállni, mert nem áll senkivel. Aha. Nincs, nem tud fölvenni. Nincs a háború. Aha, jó, hát mindegy, akkor egyelőre még nem tudok vele többet megoldani, de most legalább már beszéltem vele, most már ismer.
Hát akkor megvárjuk, hogy lesz... Ó, az ott mi ott egyébként? Mondtam, bandita. Hányan vagytok, srácok? 5 lovas? Hát ezekkel azért harcolunk egyet itt az elején. Harcolunk egyet. Gyűjtjük egy kis pénzt, aztán megyünk majd lovagi tornázni. Hát... Atak. Yeah. Warriors. Footman. Move. Move. Shield wall. Make a shield wall. Hol vannak a lovasaim? Mi arra? Nem voltak nekem lovasaim egyébként. Horse archers. Charge. De ott vannak a dombon valahol. Ja, ott vannak, jó. Azt a mindenit, hogy el voltak tűnve. Hé, ne bánjst! Ó, az igen. Nem halt meg senki. Itt egy briganti. Ott egy jó képesség, az meghalt. Azt eltaláltam. Azt nem nagyon, de kicsit azért eltaláltam. De nem én. Az igen, 200. Az is megvan, 258-os, megy erősebb a polármom, ha eltalálom őket. Van még? Tehát nem talált. Jó, az eldőlt. Na, kíváncsi vagyok, hogy ez halállal járt-e. Egy sérültünk, van jó van, viszont én polármból biztos, hogy föl... Cserált fejlődött sokat. Jaj, Polánból 3-at, az jó. Cserált, az kicsoda? Az új emberem. Na, mennyi pénzt tettünk ki? Ez nagy csapat volt azért. 407 gold, az jó, és egy csomó fogoly, 7 fogoly. És remélem, hogy nagyon sok vackot is találtunk, aminek van esetleg értékes vacok. Ez mi? Egy válvédő, 12-es. Egy csizmi. Jó, jöhet mind. Meg is nézzük a srácokat. Itt van Nushi, ő neki a válvédője 14-es. Ayamnak a válvédője 9-es, úgyhogy azt meg is nézzük, hogy ezt a válvédőt nem tudom neki pattintani befele. Armor tier 2-es, armor tier 3-as, 12-es body és armot is véd. Ó, hát ez sokkal jobb egyébként, hát eléggé furi, de mindegy. Kusrnak meg van itt egy 8-asa. Megkapja a 9-est. Hát ja. Fene tudja. Jól néz ki egyébként, de Kusrnak lehet, hogy ez jobban, hát ez jobban állna neki szerintem. Menjünk csak ide. Így. Tegyük rá ezt a bundás cuccot. Ja, hozzá jobban illik. Neki jobban illik még ez. Majd ezt lecseréljük. Ki is nézzenek. Valahogy mégis mindegy, melyiknél van, mert egy izénél marad legalább a cucc. Kusinak önök is normális izéje van, már 9-es, oké. Okay. Maradt egy válvédő, egy 8-es, nagyszerű. Páncél, oda néz. Ő neki van 14-ese. Hát jobb nincs. 9-es van, meg egy 12-es. Egy sapi. Oké, okay. Szerintem ennyi. Ebben nem volt több biznisz. Az olaj az... Az fogy. Isszák az olajat. Vagy nem is tudom, 13 volt? Na mindegy. Done. Akkor tiplizzünk. Toboroz a király. Figyelnem kell, hogy mikor kerül harcba újra Landia. Mihelyt harcba kerül, felkeresem a királyt, és akkor vazallussá válok. No, trédeljünk. Nézzük meg először is, mennyi az olaj ár.
olajára. Aha, látjátok? 129, jó, mondjuk nem tudom annyira eladni, de 101-re el tudom adni. 40-ért vettem. Elvileg 500... egyre olcsóbb, de biztos, hogy több mint 500. Oda nézzetek, megdupláztam a pénzemet. Uh-huh. És most felhúztam ugyanaz olajárakat, de így lehet azért így lesegetni, nézegetni dolgokat. Most van egy ilyen toll-tölig árfolyam, vagy egyes cikkekre, amit így és nagy statisztikát levontam belőle, hogy hány, mennyien láttam. Tehát mit tudom, hogyha nagyon az alja fele látok terméket, akkor megveszem az egész készletet, mert biztos, hogy valahol el tudom jó pénzért majd adni. Úgyhogy ez jó biznisz, ezt csináljuk, és fejlesztem majd a kereskedői vénámat is, illetve már nézem is, mert elfelejtem, nem dánozunk, még előtte eladjuk, amit el kell. Lesz még egy mókusunk, elvileg. A csizmik... Jó, egyelőre ezeket meghagyjuk, amik olyan jók. Ez mehet. Ez is mehet. Ez mi a franc? 15-ös? 16-os. A 15-ös csizma nem kell, ezt kivehetjük. Van itt 4 16-os, azokat megtartjuk. De nem is kell mindet megtartani, szerintem. 3-at megtartunk, az elég. Jó, ezek nem kellenek. A karvédők 5-ös, 7-es, 5-ös. Oké, a 7-est megtartjuk. A 7-est azt megtartjuk, az jó jöhet. Páncél 12-es, 9-es. Jó, 12-est megtartjuk, 9-es az annyira nem érdekel. Esetleg egy 9-est megtartunk. Úgy csináljuk meg, hogy tik, 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 így, oké. 7, 1, az 9, 9, 2, 1, jó, oké. Ilyen öveket nem tartogatunk. Ó, várjál csak. 9, 2, 1, ez pedig 10, 2, 2. Hát egyértelmű, hogy de miért? Nem is értem a bizniszt. Na mindegy, megtartjuk ezt a furcsa meszt. Ezt a válvédőt megtartjuk, mert ez kellhet majd a következő kompaniónak. Hát Shopee, itt egy Head Armor izénk van, ez 150, ezt az egyet megtartjuk, a többi az ilyen gagyi. Jó, így mehetnek a cuccok, és akár ennyiből gazdálkodunk, igen. Ez mi ez? 5-ös, ez nem kell. Így. Ezek 7-esek, ezek jobbak. Jó, itt van 3 páncél, egy 9-es, egy 12-es, meg egy 11-es, meg egy sapka. Nagyszerű, 3 csizmánk van. 3000 pénz, simán tudunk céhet is alapítani. Simán. Oké, megnézzük még a lovaknál, itt igazából nincsen semmi különös. Ja, ezeket most szereztem. Nincs esetleg jobb. Nekem 16-os van, 15, 14, 12, 14, 11, 11. Snusinak 13-osa van, hát annál van jobb, 15-ös a legjobb. Ja. Akkor ezt a batániai cuccot, ezt neki adjuk, még illik is hozzá sok csili-vili. Oké. Még van lovunk is bőven. Itt meg nincsenek. Ó, de neki még van lova. 12-es, 13, 14, 14. Jó, 14-es van egy, meg ez. Van a batania horse, meg ez. Az a 10,3. 10,3, tök ugyanaz. 65. A drágábbat. Drágábbat rakjuk rá. Puty. Ez is ilyen csicsás ló lett. Ez a battánia úgy látszik, ezekkel a ütékkel vannak felszerelve. Oké, nézzünk valami fegyót. Hát, ha van itt is valami jó kis vágóeszköz. Azt mindenhol nézem egyébként. Végülis ajámnak van most baltia, valami normális. Nem is rossz. Nem is rossz. Ezt úgy nyertem neki, azt hiszem. Ha jól emlékszem. De mindegy. Hopp, ez nem vág. Nem. A francba. Olyan ritka az ilyen szurovágó. Kétkezes kard. Egykezes. Na itt, ja, igen, de ez ugyanaz volt. Ja. Oké. Okay. Done. Ott összevált, van pénz itt, elmegyünk, arénázunk egyet, hogy állunk időbe egyébként, ó, nagyon gyerek az idő.
Most azért oda kéne egy kicsit figyelnünk arra, hogy ne legyen mindenki ruha. Öttel beszéltem. Hányat tudok még fölvenni egyébként? Egyet fel tudok venni. Egyet fel tudok venni, és azt tudom, hogy ki lesz. Vagy nem, nem tudom. Nem tudom, csak van egy ötletem. Egy olyan csaj kellene. Azt hiszem, ő csaj volt. Aki... Nem sok van. Nincs olyan sok. Hogy kereskedő volt, az biztos. Na, itt van ő még ugye, aki az orvos lesz majd valószínűleg. Ő egy ilyen semmilyen tudással nem bíró. Aha, ő az, akiből lehet akár... ő nagyon... Ő azért kell a csapatba szerintem. És ilyen futkosós féle. De jó íjász. És egy csomó jó tulajdonsága van. A Hollow Gin, ennek is jó lesz, Hollow Gin, ezt Hollow Ginnek fogom hívni. Hollow Gin. Hollow Gin, oké. Hollow Gint is megkeressük majd, ő egy kuzait. Hát akkor az valószínűleg kuzait földön lesz egyébként. Nem. Jakulán, nem ott vagyok. Nem lehet ekkora mákom, Jakulánban vagyok. Na, ezt meg kell néznünk, hogy itt van-e. Mindegy, megyünk sorba, megnézzük azért, hogy nincs-e véletlenül még jobb. Azt tudom, hogy nő volt, csak azt nem tudom, hogy melyik. De őre satszolok. Itt van egy 62-es doki, de azért az jobb doki volt, nem? Ő 80-as doki, aha. Willowbark. Igen. Long Knife, igen. Látjátok, ez a Long Knife, ez is a Rugeribe király, de Hollow Ginnek még a Rugeribe is durva, tehát ő nagyon egy jó kis karakter megint. Itt van Nushi, Selun, Selun sem, Tosuya sem, Illatrude nem, ő is harcos inkább. Ja, egyértelműen Hollow Gint kell elkapnunk, és ha szerencsém van, akkor itt dekkol, és itt dekkol, és már beszélek is vele. Itt dekkolt, Jakulánba, hát ez tök jó, ezt a mákot. My name is Jorah. Oké, mondd el az kis élettörténetedet. Így van. És szeretnélek fölvenni, és milyen drága vagy? Eddig ilyen 4-5-600-akért vettük föl, de föl fogom venni. Az előző lootból bőven bejött ez a pénz, és ő nagyon jó lesz a csapatba, és már öltöztetjük is fel Nushi mellett a másik hölgyünket. Van valami jó kis kardja, hogy látom egyébként a hölgynek, úgyhogy... Ez így jó lesz. Neki azt hiszem nem olyan erős a... De megnézzük azért a skilljeit. Nincs valakinek esetleg? De nekem van egy steward szint lépésem. Szóval 10%-kal több adó a falukból. Ez majd akkor lesz jó, hogyha lesz városom, mondjuk. Plusz egy influence if ruler. Az influence pont az fontos egyébként, hogy az gyűjjön majd, amikor vazallus leszek, az adó sem rossz. Én ezt még egy kicsit hagyom, mert végülis most még nem kell előnöm, itt még nem tudok fejlődni ezen a ponton. Viszont valahol tudok fejlődni, meg is nézem, hogy hol. Egykezes az egyelőre jó lesz, a polánból kellene nekem nagyon. Én nekem a polánm az kell nagyon. Íjászatra raktam bőven. Ez nem érdekel, a lovaglás az, hát igen, ott is azért cinkes a helyzet, ott is kéne kicsit fejlődnöm. És a kereskedelmet is szeretném majd húzni egy kicsit, de annyira az sem fontos most. Ez viszont gáz, hogy elérte a maximumot. Ez viszont gáz, hogy elérte a maximumot a francba. A csánból kell fejlődjek, sajnos az följebb kell vinnem, mert különben nem fejlődök. És a csármom az azért megy. A leadership az elég komoly fókusz van rajta. Jó, hát ezt el kellett nyomnom így. Na nézzük tovább. Nushinak nincs fejlődése, ahogy nézem. Ayamnak. Mi ez a hat pajzs? Ja! Ja igen, ő neki be kéne ezeket állítgatnom. Hát én most ezt nem állítgatom be, ezt majd átnézegetem. Így videón kívül.
Önnek 11-et lehetséges, hogy 11-et be kell állítani? Nem. Be van ez állítva nagyjából. Jó, hát nem tudom mi az a 11. Azt mondja 6. Lehet, hogy 6 pajzsa van eddig. Ja, nem itt kéne állítottam 6-ot. A kétkezes fegyvernél. Jó, őt is majd megnézzük akkor, amikor kell. Na hát akkor itt van az újoncunk, aki hát kétkezes fegyverekbe jeleskedik. Mindenképp egy kétkezes fegyvert kell adnom neki. Kétkezes, az biztos. Hát ez ugyanúgy jártam, mint a baltás csókámmal. Kell neki egy íj. Mert 135-ös, az meg 90-es, ideírom azt is. Jó, az nem ért, dobálni se tud semmit. Gyalogol, oké, adírom, hogy gyalog. A Ruger itt tud, kereskedni tud, fókuszpontja nincs szerencsétlennek. Jó, hát ennyi gyakorlatilag, done. Akkor elkezdjük fölöltöztetni, hogy föl lehet végül is. Nusi maradhat, hát ajam se adja, nagyon veszélyes. Kush azért már egy kicsit veszélyesebb figura. Ő neki azért levesszük a páncélját. Így fogja nyomni. Ja, így jó. Szerintem így teljesen jó lesz, ő ilyen nomádba nyomja. Gerald az maradhat, szerintem ő maradhat így, igen. És akkor itt van a hölgyemény. Egyelőre kap egy ilyen furcsa sapkát. Milyen a páncélod neked? 5-ös, 11-es, 9-es és 7-es. 7-2. Mi? Azt mondja, 7 a leg, és 2 az arm. Jó. Hát egyértelműen a... Bár ez inkább ilyen lovaglós cucc. De hát most azért ez... 12 a bodyra. Nem is jobb, ez 11-es body, 9-es body, 12-es, ez a legjobb minden szempontból, nem is tudom miért nézegettem ezt annyira. Jó, kapsz egy normálisabb ilyen, ja nem ezt kapod, oké. Okay. Kapsz egy karvédőt is, hát ugye ő érkezett a legkésőbb, ő kapja most a gagyi cuccokat, ilyenkor ez a szabály a csapatba. Jó, ilyen ezért is kapod. Van neked lovad, Hologin. Hát végül is... Ez kétkezes kard? Egykezes. Hát tudom, ez elég szerencsétlenkedsz. De te nem tudsz lovagolni. Nem tud lovagolni, nem tudom miért van lova. Hát figyelj, ez a te lovad, felőlem aztán lovagolhatsz, attól fejlődsz csak. Oké, viszont keresünk neked valami fegyverkét. Valami kétkezesünk akad, bármilyen. Ami nem polearm, egy. Hát, na itt van egy, de ez polearm. Ez is az. Jó, akkor ez eldőlt, veszünk íjat. Nézd, már vannak pajzsaink. 27-es, 27, ennek van még damage-e is. Mennyi? 20-as? 20-as. Jó, akkor te kapsz két ilyet. Meg egy ilyen egyszerűbb íjat. És akkor még egy ilyen fegyvert kapsz, valami kétkezes, mindjárt vadászok neked valamit. Jó, aranyos kis íjász csaj lett belőle. Oda néz, 5200... Recruit 16. Micsoda? Na már nézzük meg, milyen bazi drága. Kettő Hillman be akar állni, oda néz. A Freebooter az mennyi? 25. A Highwayman az 87. Mi? De mit magyarázott ez izét? Mi az? Azt mondja, Recruit 13, Mercenary Swordsman. Ja, hogy itt tudok ilyet is csinálni. Értem.
Jó. Igazából nem akarom el... Ez mit tud ez a lovas? Hát ez elég gyér egyébként, de mondjuk ez már elég durva. Landian Banner Knight lesz belőle. Itt is van egyni. Az meg abból lesz. Tehát a végén az lenne belőle a Highwaymanből. És gyorsabb ronda jutok. Jó, őt megtartjuk. Őt megtartjuk, mert végül is kellenek majd blandiai ilyenek. Itt van egy briganti, akiből, hát ő belőle is lehet csinálni ilyet. Ja, és akkor Billman oda néz, itt egy pikement lehet belőle összehozni még. Vagy hogyha az IASZ vonalon megyek. Az nem tudom melyik vonal. Ja, az is valami. Ilyen közelharcos. Ja, ebből is közelharcos lesz gyakorlatilag, bandiai közelharcos. Az annyira nem fontos. Az annyira nem fontos. A Hillmanből... Hát többen is lehet vlandiai pikeman, ami a... Ami a vlandiai recruitból lesz. Az a... Jó, de még sergeant, ja, ez meg a... Aha, spearman, infantry... Hát, sergeanteket kéne nevelnem inkább, szerintem. 130, ja, azért az durva, kétkezesből. Mondjuk ez kétkezesben nem annyira, de ez meg kétkezesben. Ezek lehet, hogy meg tudják jól állítani a lovasságot. Pikemenek. Ezeknek nem tudom, van-e kardjuk, vagy pajzsuk. Ezeknek biztos van. Ezeknek nincs szerintem. Hát, én nem tudom, mi legyen ezekkel, de szerintem a Hillmaneket elpasszoljuk. Nem akarok én ezektől semmit sem. 108. 108. Jó, ezeket eladjuk, meg a Freebootert is. Így. A 4 Highwayment, azt megtartjuk. Gondolom. Nem vagyok benne 100%-ig biztos mondjuk, de... Nem tudom, mi legyen velük. Champion és Vandian Knight. Vandian Knight az a teteje az ilyenek a lovasnak. Azt hiszem. Kavari és landiai. Champion, Vandian Knight itt van. Vanguard. Azok a gyalogos. Illetve az is lovas. Square. Az a beugró szintű. Knight. Champion. Ezek a Banner Knight. Jó, ezek elég durvák, mondjuk. És ezekből lehet Banner Knight? Lehet, ja. Jó, oké. Hát akkor megtartjuk. Őket megtartjuk. Done. Mindenképpen, itt húzom az időt, de mindenképpen nyomunk majd ilyen... lovagi tornát, ne aggódjatok. Egy percig sem, amíg engem láttok. Jó. Leszedtük a ruháját. Ja, akartam nézni még az ujjancunknak egy kétkezes valami nyavaját. Tudjon kardozgatni, vagy valamit csinálni. Neki kéne egy kétkezes bármi. Balta is jó akár. Egyelőre. 200. Egy kapa. Nem, azt nem. Na, ez kétkezes. 1064-ére. Simple axe. Ja, hát, figyelj, jobb híján. Hullármat nem akarok. Mert egy ilyet kap. Nézd, már van egy csomó fegyver, amit el kéne adni. Ezek között nincs kétkezes. Miért lenne egyébként? Kétkezes, kétkezes... Spike... Oké, nincs. Na, ezt katolni nem tud. Jó, eladom. Nem, ezt is. Elad. Elad. Cancel? Nem tudom, valamit eladtam, amit nem biztos, hogy el kellett volna adnom.
A ruhák azok rendben vannak, illetve az izének a gönceit eladjuk, azokat a kagyikat. Ezt a 11-es csizmit, ezt a nyakláncot. 5, 11, 5. Egyébként ezt nem tudja fölvenni ilyennek. De föl lehetni. Föl lehet venni, és akkor lejött róla ez a... Melyik jött le róla? Ez. Ja, az jobb azért. Ez jobb azért így mindenképpen. Oké. Hát ezt az ötöst... Nem tudom, talán megkérdezzük nosítőnek, ki nem tudom milyen ruhája van végül is. Az egy sima ötös. Ez is ötös. Fene tudja. Ez is ötös, az is ötös. Már megszoktam, hogy ebben van. Mondjuk ez egy kicsit olyan letisztultabbnak tűnik. Ez a ruha, ez a köntös. Jó. 11-et ér, hogy nem adjuk el, megtartjuk. Na ez volt a hányas? 14-es? 14-es. Ja, azt levettük azért, el ne adjam azokat, amiket levettünk erről a jó képességről, mert inkább így bepipáljuk így. Oké, okay. Na gyorsan akkor a fegyverek. Itt van egy bicska, ez nem kell. A Rusty Falcon, 11 darab van, na jó, azt mind eladjuk, marad egy elég bőven belőle, hogy legyen egy ilyen kardunk. Akkor, hát, ez 84-es kart, swing, 54-es. 24-es Sphinx. Jó, egy ilyet is megtartunk. Rusty, ez a, az a nagy dög, igen. Egykezes ez is, 88-73-as kát. Egy szabja. Hát egy ilyet is megtarthatunk. Ez is egy érdekesebb holmi, oké. Okay. Egykezes balti, ez nem kell. Egykezes balta szintén nem kell. Ez is egykezes. Kalapács nem kell. Aha. Ezek viszont kellhetnek. Ő neki van valami kardja, civilbe. Ennek is, ennek is, ennek nincs semmije, kap egy ilyen bunkó. Nem kaphat bunkót, ó, oh, de kár. Neked egy bunkó? Azt se kaphat, jó. Akkor jó van, akkor azokat a bunkókat is eladjuk. Tikk és tikk. Ez is, ez is. Ezeket a spíreket is lehet, hogy eladjuk. 76-os. 196-os hossza van, kettőt meg. Ebből megtartunk kettőt, ez jó lesz még ilyen bökködősnek. Na, és akkor nem maradt semmi másunk, csak egy kétkezes balta vásárlási opciónk, ami ez lesz az. Így, és akkor így ez így jó. És akkor még pénzünk is lett, és Lushinak pedig, nem Lushinak, hanem Olujinnek odaadjuk ezt a baltit, mert ő kétkezes, és hát akkor baltázni fog a lóról, ami nem is olyan rövid. Egy 78 centis balt az. Mik ezek? Discard, equip, preview. Wow, azt nem is láttam még, hogy így meg lehet lesni. Ez lehet, hogy van egy új feature. Na, vagy nem figyeltem fel eddig rá. Done. Jó. Azt mondja, hogy akkor aréna, ahogy ígértem, megyünk, arénázunk egyet. Join. Reméljük valami jó cuccot kapunk, ami Olujinnek jól fog jönni például, ez igen, ez teljesen jól fog jönni neki ez a 22-es sapi, hogyha összejön. Csak hát így egy elég sok híres ember játszik itt, mondjuk ő például elég durva. Lassand, ő sem egy gyenge figura. Tomund. Na jól van aztán. Hát hisz, ő mondjuk a az egyik ilyen Wanderer a városból, Sherald az én emberem, hát jó, mindegy. Azt mondja, hogy skip round, jó, bekerült ez egyértelmű, én most joinolok, úgyhogy hát ezt a 450-et rárakjuk mindenképpen, tehát most, hogy elbukjuk, sincs nagy gáz. Kigyulladt ki egyébként, és senki jó. Én inkább innen elmegyek. Hát te mit csinálsz itt, barátom? Többiek meg ott harcolnak, vagy mi a... Meg is döglött.
Kettő, így voltunk csak, jó, oké. Oké, ez megvan. Sajnos ellenfelem lesz az Ant Harry, aki, és még Lassand is elvileg, valószínűleg, így van. És hát Tormund, tehát ez az a második forduló, ez halál, ez hirtelen halál. Most azt kell csinálnom, hogy meg kell hagynom, hogy ezek egymást üssék. És úgy tudok, mert valószínűleg most Tormund fog tovább jutni. Így van, hát ez egy nagyon durva sor. Nushi. Hát a champion. Hát lehet, hogy a Robert lehet, hogy lenyomja ez a crossbowman. Így van. És itt meg Gerald. Nem, a Sergeant, mondjuk a Sergeant, nem is csodálom. Na, hát ezt most teszek magamra egyet, és iszok erre egyet. Itt taktika lesz keményem. Azt kell csinálnom, hogy egymásra kell őket hagynom menni. Hát illetve ezzel meg kell küzdje. Jó, egy kicsit kibekkeljük. Hú, te jó ég. Hát még lehet szerencsém, egyébként tovább jutottam végül is. Mert másodiknaként tovább jutok. Azt nem hittem el, hogy megölöm. Az igen. Hú. Hát most elhullottak a nagyok. Gyakorlatilag Ant Harry maradt, aki itt labdába rúghat. Mondjuk jó, nem írom le azért a Sergeantet sem, meg a többit sem, mert azért itt erős dolgok azok, de most jó. Jó, azt mondom, jó a helyzet. valahogy meg kéne vernünk ezt a csapatot, és hogyha megverjük a csapatot, akkor a Sergeanttel fogok harcolni. Meglátjuk, mi lesz. Oké. Megpróbálom őt leszerelni. Hoppá! Hoppá! Most már csak a izébe bízhatok. Az emberembe. De ne! Gyerünk! Kapta az enyém. Nem tudom, milyen a HP-ja lehet. Nem találja el ez a szerencsétlen. Vödör van a fején. Francba. Kiestünk. Erős volt ez a Ant Harry. Egyébként nagyon. Skip Rand. Ja. Ez a sapka pedig nagyon jól jött volna nekünk. Leave. Kemény volt. Azért ez kemény körök voltak itt. No, jó, visszaöltöztetjük a mestert, ahogy itt mesternül máskáljon szegény, mert aztán megmondják, hogy itt szatírkodik. Azt mondja, hogy ruhák, kapsz egy válladra valót, egy sapkát, meg egy, melyik volt a tiéd? 14, 19, hát gondolom akkor ez, többi az meg megmaradt. Oké, van lovad is, meg minden, szuper, egy kezesed van. Done. Jó, oké. Akkor ez volt a mai epizód. Nagyon örülök, hogy meglett az utolsó, most jelenleg utolsó Companions. Gyakorlatilag teljes most a klánunk. Van benne mindenféle kategóriás holmi. Ja, Gerald ugye a kovács, ő egy nagyon erős harcos, de amúgy meg talán felderítő, ha jól emlékszem. Nem ő, taktikus felderítő, az nem ő, hanem igen, ő, ajánlom a felderítő, rohadt jó felderítő. Nushi ugye sok mindenben jeleskedik, taktika, meg felderítés, vagy hát ilyen scoutingban, igen. És hát itt az új szerzeményünk, ő a sötét dolgokban jeleskedik, nagyon jó íjász, jól is fut, meg még kereskedni, illetve ezt a stewardos témát is elég jól üti, úgyhogy ja, ha lesz majd növekedése, vagy lehetőség növekednünk, akkor hát pontosan 350-es pontnál, tehát ilyen 100-115 pont múlva, hírnév pont múlva tudunk majd
plusz egy kompániont foglalkoztatni, és akkor fölveszük a dokit. Most már a doki jön mindenképpen. Ő lesz a következő kiszemeltünk. Na jól van. Akkor ennyi lett volna már a Jorah története. Örülök, hogy itt voltatok, remélem tetszett. Ha tetszett, lájkoljátok és figyeljétek a Facebookot. Elvileg, ha nincs live nap, akkor még mindig tartanak az epizódok, úgyhogy jövök majd a Bannerlord sztorival. Szerintem hamarosan találkozunk. Na, sziasztok!